Szerbiában egy általános orvos naponta 36 beteget kell, hogy megvizsgáljon. Ennyi a norma. Ha viszont ettől jóval több pácienst fogad, nem kapja meg a fizetése 100%-át. Ezzel sem értenek egyet az egészségügyi dolgozók. Ako pređete određeni broj pregleda, ako pređete određeni broj recepata, vrednosti recepata, vi ćete zapravo kao zdravstveni radnik dobiti manju platu. Što znači da su idealni nam pacijenti oni koji su potpisali ugovor sa izabranim lekarom, koji ne dolaze kod izabranog lekara, a i kada dođu, onda im trebaju minimalni lekovi i po mogućnosti oni koji su najjeftiniji. Szerdán 11 órától délig szünetel a munka az egészségügyi intézményekben. Ez azt jelenti, hogy csak a sürgős eseteket látják el. Taj jednosatni štrajk naravno ni na koji način neće ugroziti pacijente, jer ćemo mi postići da odradimo naše pacijente. Naravno, ono što se desi urgentno i u tih jedan sat će biti odrađeno bez obzira. Az egészségügyi dolgozók azt is követelik, hogy növeljék a fizetésüket. A fogorvosoknak az egészségügyi tárca fizesse ki a jubiláris juttatásokat. Az egészségügyben tevékenykedők azt mondják, mindegy, hogy melyik politikai tömörülés van hatalmon, ezeket a problémákat meg kell oldani.